Úristen, de gáz dolgot írtam. Sziasztok, fékes lányok! Üdv a csatornámon! Ez a videó egy nagyon-nagyon-nagyon jó videó lesz, mivel ebben a videóban a társkeresésről fogunk beszélni. Szóval azért döntöttem el, hogy megcsinálom ezt a videót, mivel gondolkoztam azon, hogy mégis mi az a dolog, amiről még nem beszéltem, így suli kapcsán, és eszembe jutott, hogy én, amikor először társkeresőn voltam, akkor azt pont az egyetem miatt töltöttem le. Szóval ebben a videóban négyféle dologról fogunk beszélni. Először is, hogy mi az a társkereső. Nyilván szerintem 99%-ban azért tudjátok, hogy mi ez, de nem baj, hogyha nagyjából átbeszéljük. A második, hogy miért érdemes használni. A harmadik, hogy én milyen három olyan szabályt használtam, ami igazából nekem nagyon-nagyon sokat segített abban, hogy egyrészt biztonságos legyen, másrészt pedig, hogy igazából sose érezzem magamat kellemetlenül, és a negyedik pedig, hogy nekem milyen tapasztalataim voltak ezzel kapcsolatban. Szóval az első, mi is ez a társkereső? Nos, ez egy online platform, ami igazából azért van, hogy te ismerkedni tudjál. Tehát függetlenül attól, hogy fiú vagy lány, ezt letöltöd a telefonodra, van többféle, kreálsz magadnak egy profilt, és azok után pedig tudsz válogatni igazából emberek közül. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy megvan a profilod, és utána belépsz, és jobbra vagy balra tudod húzni az embereket, attól függően, hogy tetszik-e neked vagy nem. Természetesen, hogyha valaki regisztrál egy ilyen társkeresőre, akkor mindig van lehetőség arra, hogy ugye te eldöntsd, hogy mondjuk milyen messze legyen az adott illető, hány éves legyen, milyen nemű legyen, milyen különböző filterek alapján dobáljon be embereket, és ugye ezt el fogják magyarázni, hogy hogy kell felállítani, mire kell odafigyelni, stb. Stb. De egyébként tervezem, hogy későbbiekben hozok majd egy videót, ahol együtt felállítunk egy olyan profilt, ami esetleg jó lehet. Miért fontos ez? Azért fontos ez, mert a mai világban a társkereső alkalmazások, azok nagyon felkapottak lettek. És bármennyire is szeretnénk visszamenni a régi időkbe, amikor mindenki úgy bókolt a másiknak, hogy az ablakon földobálta a követ, meg szerelmes levelet írt, nagyon-nagyon-nagyon sokan vannak társkeresőn, amivel személy szerint szerintem nincs semmi probléma. A probléma ott kezdődik, amikor az emberek nem használják biztonságosan, illetve ha valaki esetleg felmegy egy társkeresőre, és nincsenek találatai, nem jön párba senkivel, akkor nagyon-nagyon önbizalom hiányos tud lenni. És én ezért szeretném azt, hogy beszéljünk erről, és ezért szeretném azt, hogy esetleg egy következő videóban együtt felállítsunk egy olyan profilt, amikor, hogyha te úgy érzed, hogy legcsúnyább ember a világon, akkor se érezd úgy, hogy ez igaz, és akkor is legyenek meccseid. Röviden a sztori, hogyha valaki téged jobbra húzott, és te is jobbra húztad őt, akkor ti párba fogtok állni, és onnantól kezdve kezdődhet igazából az ismerkedés. Az, hogy ki ír először kinek, általában a fiúk írnak, de ugye már vannak olyan társkereső oldalak, ahol például csak a lány tud. Ha esetleg valaki érdekel, illetve van rá igény, akkor nagyon szívesen hozok különböző társkeresőkről is videót, mert hát sajnos van velük tapasztalatom. Úgyhogy igazából ennyi a társkeresésnek a lényege, hogy van egy profil, amire te kiraksz magadról információt, és utána te más profilok közül válogathatsz, attól függően, hogy milyen beállításaid voltak, és hogyha valakivel párba álltál, akkor ismerkedni tudtok. Nos, a második kérdés az, ami nagyon sok ember elgondolkozik, hogy mikor érdemes ezt a társkeresőt, ezt így használni. Szóval én ugye 19 éves voltam, amikor először ezt letöltöttem, és hogy őszinte szeretnék lenni, én azért kezdtem el használni, mert egyrészt sokan mondták a baráti társaságból, másrészt pedig akkor éppen egyetemre mentem, egyetemre jártam. Szóval a társkeresőt általában akkor használ az ember, amikor úgy unblock nem mozdul ki. Tehát vannak olyan emberek, akik például otthonról dolgoznak, és ők például nem mennek nagyon sehova. Vannak olyan emberek, akik mondjuk iskolába járnak, de nem mernek nyitni emberek felé, nekik egyszerűbb az, hogyha az interneten kezdenek el ismerkedni. Illetve ugye vannak olyanok is, akik viszont mondjuk most költöztek egy teljesen új helyre, és úgy vannak vele, hogy hát nem tudom, hogy kezdjek el ismerkedni, kezdjük el a társkeresővel. Ezért mondtam azt, hogy szerintem ebben nincs semmi gáz, főleg azért, mert nekem is van olyan ismerősöm, akivel társkeresőn ismerkedtünk meg, és egyébként a mai napig barátok maradtunk, úgyhogy van olyan, akivel egyszer se találkoztam, tehát hogy durva egyébként, de annyi közös volt bennünk, hogy úgy voltunk vele, hogy igazából
nem akarunk összejönni, mert nem, viszont miért nem maradhatnánk jóba? Tehát nem kell attól megijedni, hogy most te felmész a társkeresőre, és akkor 2 hónap múlva a házasságod lesz. Igazából ezt fogd úgy föl, mint egy ilyen tapasztalatszerzés. Tehát szociális készségeidet tudod növelni, ugye a csetelési dolgaidat, hogyha esetleg nagyon rosszul csetelsz, akkor itt tudsz gyakorolni. Illetve ugye én mindig úgy fogtam föl, hogy izgalom. Szóval amikor elmentem egy randira, és akkor tényleg úgy fog kinézni az illető, olyan lesz, ami ennek beadta magát, ugyanúgy fog élőben is beszélni, mint ahogy a cseten beszélt. Nagyon-nagyon sok minden jó oldala lehet ennek. Viszont ehhez az kell, hogy betartsátok az én 3 szabályomat, amit én a legeslegelejétől kezdve alkalmaztam, és ezért volt az, hogy aki például ezeket a szabályokat nem akarta betartani, ott el is vágtam a vonalat, és egyszerűen nem találkoztam vele, mert úgy voltam, hogy nem, tehát ha nekem egy ilyen szabályom van, és ez főleg lányokra vonatkozik, mert ez 3 olyan szabály, ami egy nőnek vagy egy lánynak a biztonságát fogja garantálni. Szóval az első szabály az az, hogy mindig olyan helyen találkozzatok, ami publikus. Tudom, hogy nagyon sok ember nem szeret moziba menni első randin, meg nem szeret étterembe menni. Nem is azt mondtam, hogy a legdrágább étterembe kell menni, hanem én mindig olyan helyen találkozom, ami publikus. Akár egy sétáló utca, akár egy pláza, akár egy park, akár egy iskola mellett, bármi. A lényeg az az, hogy publikus helyen legyen, mert hogyha elmész, és esetleg az illető nem úgy néz ki, ahogy te eltervezted, akkor nem tudsz kihez segítségért fordulni. Vagy hogyha az első perctől kezdve, nem tudom, olyan dolgokat csinál, amitől te kényelmetlenül érzed magadat, akkor jó, hogyha be tudsz szaladni egy boltba, oda tudsz menni a biztonsági őrhöz, be tudsz szaladni az iskolába, tehát mindig publikus hely legyen. A második dolog, ami nekem a fontos szabályom volt, az az, hogy mindig világosban találkozunk. Na most ez télen kicsit trükkös volt, főleg amikor mondjuk az ember úgy 5-ig dolgozik, és akkor konkrétan 6-kor már full sötét van. Ettől függetlenül ez nem azt jelenti, hogy nem tudtok találkozni egy főutcán, ami ki van világítva. Vagy újra nem tudtok találkozni egy bevásárlóközpontban, ahol világos van. És ugye, amikor bemész a bevásárlóközpontba, akkor nem a kis mellette lévő sikátorba találkozunk az illetővel, hanem azt mondjuk neki, hogy a New Yorker előtt. És amikor elköszönünk egymástól, akkor nem a kis sikátorban köszönünk el, hanem ugyanúgy bent a plázában, és onnan te szépen egyedül fogsz elmenni a villamoshoz, amikor már nincs az a veszély, hogy esetleg mit tudom én, nem akarok belemenni, hogy milyen veszélyek vannak ebben, mert nem arról szól a videó, de én mindig világosban találkoztam az emberekkel, és ugye publikus helyen. És a harmadik, az pedig az, hogy mindig olyan helyen találkozzál valakivel, amelyik helyet te ismered. Tehát, hogyha például valaki mondjuk most költözik fel Budapestre az egyetem miatt, akkor én azt ajánlom, hogy ne a 13. kerületi, nem tudom milyen utcában találkozzatok, amikor te az 5. kerületben laksz, hanem elsősorban térképezd fel azt, hogy mi az a hely, ahol te vagy. Tehát, hogy mi van közel, hova tudtok elmenni. Akárha közel van hozzád egy nagyobb bevásárlóközpont, akkor mondd azt, hogy találkozzatok ott. És ez azért nagyon fontos, hogy tudd, hogy mikor, hova tudsz menni segítségért. Ha rosszul érzed magadat, akkor ne az legyen a fejedben, hogy úristen, hol van a legközelebbi bolt, ahova el tudok menni, hanem legyen az a fejedben, hogy oké, tudom, hogy itt van egy kis ABC, ahova be tudok menni, ha bármi probléma van. Bármennyire is furán hangzik, de nekem volt olyan, amikor az kellett, hogy tudjam, hogy oké, itt van a bolt, és mivel 0-24-es volt, be tudtam menni, és azt tudtam mondani, hogy figyeljetek, valami random alak engem itt követ, nem érzem jól magamat. És egyből ott volt a segítség, és egyből ott volt az, hogy megvártuk, amíg a random alak elment, és aztán hazajöttem biztonságosan. És a negyedik extra dolog, amit így hozzá szoktam még adni, de ez igazából ez a szituációtól függ, de azért én ezt is szeretem betartani, az, hogy a negyedik hely az mindig semleges legyen. Tehát ne nála találkozzunk, és ne nálam. Ne az legyen a randi, hogy ő fölhív, meg ne az legyen, hogy akkor átmehetek-e hozzád, hanem egy semleges hely, egy kávézó, egy park, egy séta. Szerintem 99%-a az ilyen randiainak ott nem költöttünk semmit, és egy parkban sétáltunk, viccen kívül, tehát nem kellett semmit hozzávenni. Fölültél a buszra, elmentél egy parkba verőfényes napsütéssel, millió ember körülötted, sétáltunk egy óráig, és pont. Nem kell, hogy egyből hozzá vagy hozzá menjünk, ez így teljesen jó. És a negyedik dolog, hogy nekem milyen tapasztalataim voltak.
Szóval szerencsére nekem sosem volt negatív tapasztalatom a társkeresővel, lehet, hogy ezért is beszélek róla ilyen pozitívan, illetve ezért mondom azt, hogy ha tudod, hogy hogy kell kezelni, és hogyha biztonságosan használod, akkor ez nem egy veszélyes dolog. Nagyon sok olyan ismerősöm van, aki ugyanúgy társkeresőn ismerkedett meg, és már összeházasodtak, gyerekük van, összeköltöztek, és igen, van olyan, akinek meg minden második, nem tudom, párja, az fake volt. Tehát ilyen is van. Ettől függetlenül nekem nagyon-nagyon-nagyon pozitív dolgaim voltak vele. Természetesen azért, mert mindig óvatos voltam, és mindig figyeltem arra, hogy mikor találkozunk, ismerem az illetőt, mennyi ideje beszélünk, van-e közös ismerősünk, hova valósi, mit csinál, stb. Stb. Tehát nagyon-nagyon sok minden van. Viszont én nekem nagyon pozitív volt, mindegyik fiú, akivel találkoztam, az normális volt. Természetesen volt olyan, akivel nem klikkeltünk, akkor megbeszéltük, hogy ez így vége. Volt olyan, akivel össze is jöttünk, de aztán valami miatt vége lett, és volt olyan, akivel megmondom, barátok maradtunk, és egyébként a mai napig tényleg követjük egymást Instán, ha kell, akkor beszélünk, segítséget kérünk egymástól. Tehát nem úgy kell elképzelni, hogy aki társkeresőn van, az a világ leggázabb embere, mert a 21. században vagyunk, 2024-ben nagyon-nagyon sok ember van társkeresőn, figyelni kell arra, hogy kivel találkozol, figyelni kell arra, hogy mit akar ez az illető, de hogyha esetleg valakit érdekel, akkor iratkozzon föl, mert a következő videómban terveztem egy olyat, hogy akkor felállítunk egy profilt együtt, illetve, hogyha van rá igény, akkor beszélgethetünk különböző társkeresőkről, illetve beszélgethetünk arról is, hogy hogyan tudod esetleg egy profil alapján megnézni azt, hogy ki lehet mondjuk a te párod, ha ilyen személyiséged van, illetve milyenek azok az emberek, akiket el kell kerülni. Köszönöm szépen, hogy megnéztük ezt a videót, remélem, hogy tetszett, és remélem, hogy nem féltek attól, hogy esetleg valami újat próbáljatok ki, de közben meg azért úgy próbáljátok ki, hogy vigyázzatok magatokra, főleg a lányok, nagyon óvatosan kell csinálni, ez ugyanolyan dolog, mint a vezetés, nem kell félni tőle, de amikor beülsz a kormány mögé, akkor sem száguldozol 200-zal, hanem igenis odafigyelsz arra, hogy milyen szabályok vannak, és hogy a te biztonságod legyen az első. Remélem, hogy nagyon szép hetetek van, készültök a sulira, találkozunk a következő videómban. Sziasztok!